Dobszai Péter korosztályának egyik legfoglalkoztatottabb karmestere és legsokoldalúbb muzsikusa, a Dohány utcai zsinagóga és a gazdagréti Szent Angyalok templom első organistája. Az elmúlt években megismertem a magyar zenekarokat. Egy-két olyan zenekar van csak a hivatásosok között, akikkel még soha nem dolgoztam, de én lubickolok abban, hogy ennyi jó zenekar van itthon Magyarországon, és mindegyik más egy picit, és mindenhol olyan zenészek játszanak, akikkel megtiszteltetés együtt muzsikálni. A zenekar minden esetben egy hihetetlenül izgalmas élő organizmus, és gyönyörű azt megfigyelni és egyre jobban átlátni, hogy a különböző szólamcsoportok és a különböző emberek hogyan működnek együtt egy közös célért. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen orgonistaként és karmesterként diplomázott. Számos orgonakurzus mellett részt vett Eötvös Péter karmester kurzusán. Döntőse és közönségdíjasa volt a 2017-es Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenynek. Rendszeresen dirigálja a Stúdió 5 zeneszerző formáció koncertjeit, karmesteri minőségében több Z-felvételt készített a Magyar Rádió számára. Számos különböző ősbemutató is fűződik a nevéhez. Bármit is vezénylek, legszívesebben fölhívnám a szerzőt. Az, hogy kortárs zene esetén ezt konkrétan meg tudom tenni, az egy nagyon nagy lépés előny az előadásmódban. Itt vagyok a 21. században, és látom azt, és hallom azt, hogy milyen zenei hangok születnek mindabból, amit látunk magunk körül a szerzőinknek a fejében, az egy hihetetlen ajándék. A Junior Prima díj egy nagyon rangos elismerés, és az, hogy az én elmúlt 11 évemnek a folyamatos munkáját ilyen módon elismerik, az egy nagyon jó leső dolog. Valószínűleg hosszú távon akkor teszem magammal a legjobbat, hogyha úgy tekintek erre, mint elvárásra. Hogyha úgy veszem ezt, hogy nem csupán én magam támasztom a legmagasabb mércét magam elé, hanem elvárással vannak felém mások is. Világszerte ad koncerteket. Japánban vezényelte a Kiotói Zenei Fesztivál zenekarát, Oroszországban a Jekatyerinburgi Muszorszki Akadémia zenekarát, Németországban a Philharmonisches Orchester Altenburg Gérát, hazánkban pedig vendégkarmesterként vezényelte az ország szinte összes zenekarát, beleértve a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, a Magyar Rádió és a Magyar Állami Operaház szimfonikus zenekarát. A öregkoromban visszatekintve a pályámra, azt láthatnám, hogy létrejött egy zenekar, aminek van egy olyan hangzás identitása, egy olyan hangképe, és egy olyan közös zenei gondolkodása, ami felismerhető a hallgatók számára, akkor én azt mondanám, hogy egy sikeres karmesteri pályát futottam, hogyha azt mondanák, hogy Mozartot így csak ők játszanak.